Üdv! Kérem szépen, megismerkedtünk a lineáris függetlenség fogalmával, két megközelítést is tanultunk, az egyik az volt, hogy a zérus vektor, ha csak triviálisan állítható elő, akkor a vektorrendszer lineárisan független. A másik megközelítés pedig az volt, hogy ha az adott vektorrendszer egyik vektora, bármely vektora előállítható a többivel, akkor az lineárisan összefüggő. Tehát a definíció úgy hangzott, legyen akkor tiszta, hogy egyik vektora sem állítható elő a többi lineáris kombinációjaként. És akkor vettünk egy-egy példát, mind a két esetben, mind a két definíciónál tételnél az egységvektorokat vettük elő, L3-ból az E1-et, E2-t, E3-at. Nagyon könnyen beláttuk, hogy miért lesz az egységvektorokból álló vektorrendszer lineárisan független. Most mi van akkor, kérem szépen, hogyha a vektorrendszerünk nem egységvektorokból áll, hanem tetszőleges vektorokból, azaz. Például az A vektor az legyen a 2, 3, 1 valószámokból álló vektor, a B vektor az legyen az 1, 2, 0, a C vektor az pedig legyen a 4, 7 és a 2. Itt van három darab, három elemű vektor. A kérdés az, hogy ezek vektorrendszer, amit ezek alkotnak vektorrendszert, az lineáris függetlenség szempontjából milyen, hogy viselkedik. Hát kérem szépen, nézzük akkor az első esetet, azt vizsgáljuk meg, hogy ezek lineáris kombinációjaként a zérus vektor hogy állítható elő. Tehát arra gondolunk, hogy lambda egyszer A egy vektor plusz lambda kettőször A, helyett, bocsánat, itt A vektoroknak B vektor van, plusz lambda háromszor C vektor, az milyen feltételek mellett hogyan állítja elő a zéros vektort. No, nézzük. Hát kérem szépen, akkor itt a következőt tudjuk felírni. A lambda egyel az A vektor minden egyes koordinátát, minden egyes elemét beszorozzuk, tehát akkor itt előbb-utóbb egy egyenletrendszerhez jutunk, mégpedig az úgy, hogy a lambda 1-szer 2 az 2-szer lambda 1 plusz 1-szer lambda 2 plusz 4-szer lambda 3 egyenlő lesz a zérus vektor első nullájával, tehát nulla. Nézzük a második sort. Az A vektornak az együtthatója itt a lambda 1, tehát akkor ez 3-szor lambda 1 plusz 2-szer lambda 2 plusz 7-szer lambda 3, és szintén egyenlő nullával, mert a zérus vektor második nulláját akarom ezzel előállítani. A harmadik sor pedig úgy írom fel, hogy 1-szer lambda 1 plusz, hát azt nem írom ki, hogy 0-szor lambda 2, hanem azt kihagyom, plusz 2-szer lambda 3 szintén egyenlő nullával. Tehát vegyük észre, hogy lineáris algebrában nagyon gyorsan a lineáris egyenletrendszerekhez keveredünk. Eddigi ismereteink alapján itt fogjuk tudni ezt megoldani. És akkor nézzük. Három egyenlet, három ismeretlen. Én javaslom, hogy a harmadik egyenlettel foglalkozzunk, akár el is nevezhetjük őket elsőnek, másodiknak, harmadiknak nagyon találóan, és hogyha a harmadikkal foglalkozunk, akkor a lambda 1 az egyenlő a mínusz 2-szer lambda 3-val. És hogyha a harmadikból kifejeztem a lambda 1-et, akkor most fogom és azt a elsőbe és a másodikba, ahol lambda 1-et látok, oda behelyettesítem a, nyilván a másik oldalt. És akkor nézzük, lesz akkor egy egyfelülvonás. Egyenlet, hogy 2-szer mínusz 2-szer lambda 3 az mínusz 4-szer lambda 3, plusz 1-szer lambda 2, folytatom a másolást, plusz 4-szer lambda 3 az egyenlő nullával. A másodikba való behelyettesítés pedig azt mutatja, hogy 3-szor mínusz 2-szer lambda 3 az mínusz 6-szor lambda 3, plusz 2-szer lambda 2, plusz 7-szer lambda 3 egyenlő nullával. Most már csak két egyenletünk van és két ismeretlen, az egyiket kiküszöböltük a háromból, tehát ezért van csak kettő. Itt vonjunk össze, az elsőből azt kapjuk, azt mondja, hogy mínusz 4-szer lambda 3, meg plusz 4-szer lambda 3, akkor az kiesik, akkor azt következik ebből, hogy a lambda 2 az egyenlő nullával. És a harmadikat is vagy a másodikat is megnézzük, akkor pedig mínusz 6-szor lambda 3 plusz 7-szer lambda 3 az
lambda 3, egy darab lambda 3, ezt a kétszer lambda 2-t változtatjuk a másik oldalra. Az pedig akkor mínusz 2-ször lambda 2. És akkor most a lényeget lássuk, ezt, meg ezt itt, ezt a kettőt, és akkor a következőt vegyük észre. A lambda 2-nek egyenlőnek kell lenni nullával. Tehát lambda 2 egyenlő nullával. Mit tudunk elmondani akkor lambda 3-ról? Hát ha lambda 3 az egyenlő mínusz 2-szer lambda 2, a lambda 2 egyenlő nullával, akkor a lambda 3 az csak nulla lehet. Jó? És hogyha a lambda 3-at tudjuk, hogy szintén nulla, akkor azt megszorozza a mínusz 2-vel, megkapjuk a lambda 1-et, hogy ez egyenlő lesz akkor szintén nullával. Tehát a zérus vektor csak akkor állítható elő, hogyha a lambdák mindegyikét nullának választjuk. Azaz az A, B és C vektorok lineárisan függetlenek, mert a zérus vektor csak úgy tudtuk előállítani, hogy a lambdák mindegyike nulla. Jó, ez volt a zérus vektoros megközelítés. Nézzük most meg akkor a második esetet, amikor is azt mondtuk, hogy akkor lineárisan független, ha egyik vektora sem fejezhető ki a többi lineáris kombinációjaképpen. Hát akkor válasszunk egy vektor, próbáljuk kifejezni a C vektort az A és B vektorok lineáris kombinációjaként. Azaz írjuk föl, hogy lambda 1-szer A vektor plusz lambda 2 b vektor, az milyen lambdák mellett lesz egyenlő a c vektorral. Hát ugye reméljük, hogy nem lesznek ilyen, hiszen kijött, hogy lineárisan független, tehát örülnénk, ha a lambda 1, lambda 2 értéke, de nem kapnánk választ, valamilyen ellentmondásra kell jussunk, hiszen már az előző megoldásból tudjuk, hogy lineárisan független a vizsgált vektorrendszer. No de, hát akkor írjuk föl megint, hogy 2-ször lambda 1 plusz 1-szer lambda 2 az egyenlő a C vektor első koordinátájával a 4-jel. Aztán 3-szor lambda 1 plusz 2-ször lambda 2 egyenlő a C vektor második elemével az 7. És nézzük a harmadikat, 1-szer lambda 1, hát azt, hogy 2-szer nulla, azt nem írom le, vagy 0-szor lambda 2, azt nem írom le, hanem azt mondom, hogy az egyenlő 2-vel. Itt van megint akkor 3 egyenlet és 2 ismeretlen. A lambda 1, látjuk, hogy a lambda 1 az biztosan egyenlő 2-vel. Ha ezt fogom és behelyettesítem az előző két egyenletbe, akkor 2-szer 2 az 4, plusz lambda 2, itt már az együtthatót elhagytam, egyenlő 4-jel, illetve 3-szor 2 az 6, meg 2-ször lambda 2, az meg egyenlő 7-tel. Nézzük, mi következik ebből. Ebből az következik, hogy a lambda 2 az egyenlő nullával, ha mind a két oldalon kivulunk, így egy lambda 2 egyenlő 0, illetve ebből meg az következik, hogy a 2-szer lambda 2 az egyenlő akkor 1-jel, vagyis a lambda 2 itt meg egyenlő akkor 1-2-tel. Hát az nem lehet, hogy a lambda 2 két értéket vesz föl, tehát itt ellentmondásra jutottunk, vagyis azt mondjuk, hogy nem állítható elő. Nincs olyan lambda 1 és lambda 2, nincs olyan szám 2-es, nincs az a két szám, ami mind a három egyenletet egyszerre igazzá teszi. Vagyis a C vektort nem tudom előállítani a másik két vektor lineáris kombinációjaképpen. Természetesen itt most csak a C vektort vizsgáltuk, de kérem, ugyanez igaz lenne a B vektor vagy az A vektor előállítására is, azaz azokat sem tudnánk előállítani, vagyis akkor, ha nem előállítható, akkor lineárisan független vektorrendszerről beszélünk.